Kiraktam már oldalra a szerepe, a kellékeket. Láttátok, ugye? Igen. Mindenki, amikor lemegyünk, megnézi, hogy jó helyre raktam-e a sajátját. Például, Tomasz, a dob jó helyen van-e? Jó? Mert nem tudom, hogy pontosan oda raktam, ahova megbeszéltük. Lehet, hogy nem. Jó? Megnézed. Néhány hasznos információ nem árt a fellépés előtt. Lovas Adrián holóházi polgármesterasszony most nem mint a falu vezetője állt a gyerekek előtt, hanem mint a Csipet csapat mentora. Nyilvános főpróbára készültek a gyerekek. Nemzeti színházbeli szereplésük előtt a faluban is megmutatták, mire készültek hónapok óta. Csalóka Péter című mesedarabjukban közel 30 gyerek szerepelt. Egy kis csapatból szerveződtünk össze, egy ilyen jó kis közösségé. Annak idején azt hiszem 2013 környékén élesztettük újra a kis csoporti foglalkozásokat, meg csoportmunkákat, és aztán jött egy ilyen lehetőség, hogy bepályáztam a Pajta Színház programban való részvételükre. Egyre jobban kezdett összeállni egy közösség, egyre jobban kezdtek szeretni ide járni a gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt a Pajta Színházat. Megmondom őszintén, nagyon nem reménykedtem, mert hát ugye azért nagyon kezdők vagyunk, tehát itt tényleg szaktudást nem nagyon kaptunk, szaksegítséget senkitől, csak így akik összeálltunk, így a Tündi meg a Gábor atya segítségével. És nagyon nagy meglepetés volt számunkra, hogy ők kerültek be, és Borsod-Abolcs-Zemplén megyét az idei Pajta Színház programban ők képviselhetik. Ez azért is fontos, mert itt a végeken, a határszélen nagyon nagy bizalom kell a gyerekek felé, és nagyon nagy lehetőségek, hogy meg tudják mutatni, hogy itt is vagyunk, és mi is tudunk szépeket mutatni, és a gyerekek is képesek arra, hogy akár egy színházban helytálljanak a színpadi előadások során. Úgyhogy a gyerekek bólintottak örömmel erre a dologra, amikor ez kiderült, és örömmel vágtunk bele a próbákba, színdarab kiválasztásba. Kicsit előrébb is haladtunk, mint ahogy a maga a program volt, mert már próbáltuk felkészíteni őket, ugyanis az óvodás kortól elkezdve vannak már gyerekek, és fontosnak tartozok, hogy minél hamarabb készüljünk fel erre a dologra, hogy minél több időnk legyen a próbákra, és aztán óriási nagy segítség volt nekünk Nádasi Erika, a színművésznő, hiszen ő olyan trükkökkel és olyan határozott gondolatokkal és tanácsokkal látta el a csapatot, hogy az elején én azt gondolom, hogy nélküle ilyen jó szintre nem is tudtuk volna hozni a műsorunkat. A kis színjátszókat nem kisebb megtiszteltetés érte, mint hogy ők képviselik Borsod-Abolcs-Zemplén megyét a Pajta Színház programban. Egy megyei válogatót nyertek meg. A programot a Magyar Művelődési Intézet támogatja. Céljuk az amatőr színjátszás újraélesztése, amely közösséget teremt és kiváló szórakozás szereplőnek és nézőnek egyaránt. Idén mindegyik megyében egy település vesz ebben a folyamatban részt, melynek célja az, hogy kicsit támogassuk ezeket a kezdeményezéseket, ébresztjük fel ismét az amatőr színjátszás kultúráját, mindemellett egy olyan közösségfejlesztő folyamaton menjenek keresztül, ne csak azok, akik oda járnak, hanem maga a település is, amely segít annak fenntarthatóságában, ismét értékelni fogjuk a közösségeinket, összejárunk, és önmagunk szórakoztatására szervezünk programokat. Az, hogy Hollóházán mindez a gyerekektől indult, ez mennyire általános? Mondhatom, hogy kuriózum Hollóháza, mert többnyire az a tendencia országszerte, hogyha körbenézek a többi megyében, hogy 8-10 fős csoportok dolgoznak együtt, és általában a felnőtt korosztály tagjai azok, akik a szabad idejükben a színjátszásnak áldoznak. És viszont itt Hollóházan, ahogy láthatjuk, most is itt szaladgálnak, a gyerkőcök vannak előnyben. Ha jól tudom, akkor ők most az egyetlenek, akik ebből a korcsoportból kerültek ki a programba. Budapesti fellépés, ennek hagyományt akarnak teremteni, vagy volt is már rá példa? Ez a harmadik ilyen program országszerte, amit a Művelődési Intézet gesztorál egyrésztről, és mindegyiknek a vége a Pajta Színházi Szemle Budapesten a Nemzeti Színházban, ahol mindenki bemutatja az elmúlt fél év, egy év munkáját, hogy hova jutottak, milyen eredményük van, és természetesen erre várnak mindenkit, úgyhogy ezt hagyományos is szeretnénk is megtartani. Szakmai segítséget is az intézet ad, ebből a szempontból itt mondjuk egy miskolci színész segítette a dramaturgiát. A Teátrumi Társaság munkatársa a hölgy, és minden megyében ez a folyamat, hogy a Teátrumi Társaság munkatársai segítik a szakmai színjátszásnak a felépítését és folyamatát. A faluból és a közvetlen környezetetekből, a szülőkön kívül honnan kaptak segítséget a gyerekek?
Hát amikor megyünk fellépni, mert ugye más jellegű fellépéseink is vannak, akkor a szülőknek a segítség az óriási, hiszen az utaztatást nem tudjuk fizikailag megoldani, azért 30 gyerkőcet utaztatni, azért az elég nagy kihívás. Itt a szülők nagyon nagyban segítenek, illetve ha bármiben szükségünk van, tehát tényleg pedagógiai szempontból, meg mindenféle más szervezési szempontból is nagyon nagy segítséget nyújtanak a szülők és nevelőszülők, illetve két nagy segítségem van, Gábor atya és Tündi, Smucer Tündi személyében, akik a csoportoknak a szervezésében, illetve a lebonyolításban, a próbákban, a koreográfia összeállításban, és Gábor atya a lelki vezetésben is nagy segítségünkre van, és hát nélküle nem is jutottunk volna ide, sőt, Gábor atya, ő még a zenei háttéranyagok elkészítésében is nagy segítségünkre van, hiszen nagyon sok fellépés alkalmával ő szolgáltatja a zenét a gyerekeknek a műsorai alá, ahogy az ideje engedi. Mert olyan édesek vagytok, hogy legszívesebben a darabot átkölteném Csalóka Péterből Nyalóka Péter. De nehogy elnéveszétek a szöveget, mert a csipecsapat helyett akkor cifetszapatot csinálok. A másik az, ne féljetek, amíg engem láttok, vagy talán annál jobban. Súgni nem fogok, mert nem tudom a szöveget. De egyébként minden stimmel, tehát van pap, lesz egészségügyi dolgozó, semmi bajotok nem lesz. Aki ismeri Gábor atyát, tudja, nem áll tőle távol a humor. A római katolikus plébános a kis közösség egyik mentora. Mint megtudtuk, nem csak lelkivezető, de ügyeletes hangulatfelelős, zenész és barát. No meg lelkes támogatója a színjátszókörnek. Ezek mindig jó hangulatúak voltak az én gyerekkoromban is, mi is sokszor szerepeltünk a nagy templomban Újhelyben. Előadtuk a Boldog Herceget és más ilyen kisebb színdarabokat is betanultunk, és emlékszem, hogy ennek milyen közösségépítő ereje volt. Alig vártuk, hogy hazamenjünk az iskolából és lemenjünk a templomba próbálni. Valami ez a kezdeményezés volt szerintem polgármester asszony oldaláról és atya oldaláról is, hogy újra összekapni közösségi ezeket a gyerekeket. Mire emlékszik? Milyen volt az első? Furcsa volt nekik? Nem, egyáltalán nem, sőt, azt érezhették, hogy tartoznak valahová. Éppen ma beszélgettem valakivel arról, hogy a mai fiatalabbak se rosszabbak, mint mi voltunk, csak van motiváció az, hogy összejárhatnak közösségben, mindig a közösség élmény, akár a Pál utcai fiúkban ezt tapasztaljuk, ugye Molnár Ferenc regényében, akár a saját bőrünkön, a saját gyerekkorunkban, hogy jó volt közösséghez tartozni, akár egy hittanos csoporthoz, csak úgy, hogy buli volt hittanra járni, mert akkor még nem nagyon engedték, vagy nem nagyon nézték jó szemmel, és amíg ezen kívül voltak plusz programok is, akkor mindig éreztük azt, hogy tartozunk valahová. Ha ma egy gyerek azt érzi, hogy tartozik valahová, és várja ezeket az alkalmakat és próbákat, akár egy énekpróbát, akár egy színdarabpróbát, akkor gyakorlatilag leszoktatjuk a számítógépről, és csak nagyon minimális időt tölt olyan dolgokkal, ami elszakítja a közösségtől. Ezek a programok, a próbák is általában olyan hangulatban zajlanak, hogy a gyerekek már várják, hogy mikor jöhetnek vissza. A gyerekek előadása olyan ügyesen lett összeállítva, hogy senki sem érzi mellékszereplőnek magát, izgultak is rendesen. Mi ennek a történetnek a lényege? Elmeséled? Hát az, hogy mulatni kell benne, meg jól kell érezni magunkat. Meg hát, ha elrontjuk a szöveget, akkor nem baj, csak ahhoz a szöveghez legyen kapcsolódó. Mennyit jártatok próbára, és milyenek ezek a próbák? Viccesek, nehezek, komolyak, vagy kevésbé? Hát viccesek, hát próbáltunk sokat, és jól megy. Nektek például mi a szerepetek, mennyi szöveget kellett megtanulni? Én az egyik paraszt vagyok, ketten mondjuk az egyik lányjal, és a mi azt veszmény, mit nem, azt mondjuk. Egyébként jó itt együtt lenni? Tehát a színfalak mögött azért lehet néha viccelni, vagy éppen egy kicsit úgy szórakozni, vagy ezt nem nagyon engedik meg? Lehet, csak nem a próba közben. Mi a legjobb, amikor próbáltok egyébként, azon kívül, hogy együtt vagy? Hát, hogy együtt vagyunk. És azért lehet még emellett tanulni, amikor hazamentek, vagy péntek délután, mert senki nem tanul, remélem. Igen, lehet tanulni. Lehet. Mi az, amit még most oké, hogy ebbe, ezt próbáltátok a legtöbbet? Vagy mire emlékeztek, mit adtatok még elő? Bonyabalhé. Akkor... Az mit akar? Mi volt ez a banyabalhé? Milyen története volt? Hát sok boszorkányból állt. Volt egy főboszi, és abból állt egy nagy csoport boszorkány. Nagyon vicces előadás volt, az volt a legelső ilyen előadásunk. Minden gyerek egyforma, de nem mindegyik nevelődik Hollóházán vérszerinti családjában. A faluban több hivatásos nevelőszülő is él. A program még akkor indult el, amikor a gyárban egyre kevesebb volt a munka. A maga természetességével fogadta be a falu közössége ezeket a gyerekeket, az első nevelőszülőknek már unokáik is vannak. Sok nevelgyereket is látunk itt, Hollóháza egy olyan közösség. Mit tapasztalunk?
tapasztaltak, mikor elindult mindez? A gyerekeknek ez mit jelentett? Hát én 92-ben kezdtem, én az egészet úgy, hogy nem született saját gyerek. Tehát én ezért kezdtem az egészbe. Először örökbefogadott gyerekem jött hozzánk, egy 4 hónapos, és mivel én 10 évet jártunk annak idején a férjemmel Debrecenben, és nem született gyerek, azt mondtuk, ezt a 10 évet be kell pótolni. Hát ez 10 gyerek nem lett, de 7 gyerek volt a maximum nekem. Azóta már sokan vannak Hollóházán, nagyon és sok. Most a gyerekek között is számos a testvér. Ez igen, mit jelent? Van itt 3 gyerek, igen. Hát így alakultak. Először a 2 gyerek jött hozzám, és a testvérük a Szolnok megyébe ragadt, egyik féltestvérüknél, aki nem tudta vállalni a 4 gyereket, és akkor a lány azt könyörgött, hogy hozzuk. Tehát, hogy ő is látni akarja, hogy itt van a testvére. És hát, de Hollóház az a közösség, akik befogadták ezeket, igen, a gyerekeket, hát, és itt most ez a színjátszás, hogy érzik magukat a gyerekek? Na, hát nagyon jól, meg hogy mennek szerepelni karácsony előtt is. Tehát nem csak a faluban, hanem Telkibányán voltak, Nyíriben, most pedig lázban vannak, hogy Pestre készülnek, ugye a Vígszínházba január 27-én. Nagyon jó, hogy a polgármester Adrien tényleg összefogta ezeket a gyerekeket. Ez tényleg ez nagyon szuper lépés volt, és nagyon sokat tanulnak, élvezik, szeretnek járni, néha már sok is, már néha az ember mérges is, hogy másnapra hogy készülnek, de tényleg, és az, hogy ezeknek a gyerekeknek a nagy része, tehát nevelt gyerekeknek nagy része gyenge képességű, tehát nagyon kevés a jó képességű gyerek, ezek nem tudnak az osztályba, a tanulás terén ki magasodni, és ebből a szempontból, hogy itt Adrien összefogja, tehát legalább szerepelnek, és pozitív élmény számukra. A közösség szempontjából is jót tett ez a kezdeményezés. Január 12-én este megtelt a Hollóházi Közösségi Házterme, és nem csak az jött el, akinek a gyermeke fellépett ezen az estén. Igazából én nem látok különbséget a gyerekek között. Tehát így, ahogy ezt felvetették, ezt a kérdést nekünk, akkor kezdtünk el gondolkozni, hogy tényleg a nevelt gyerekek száma, akik nevelőszülőknél nevelkednek, elég magas ebben a csoportban. Én úgy gondolom, hogy mindenki előtt nyitva az ajtó, és bárki bejöhet, és bárki csatlakozhat a csoporthoz, ahhoz egyébként ez zajlik is, mert kinek hogy van ideje csatlakozni a csoporthoz. Úgyhogy igazából ez ebből a szempontból nem fontos, hogy nevelőszülőknél nevelkedő gyerekről van szó, vagy rendes családi háttérrel rendelkező gyermekről. Ami fontos, hogy ezáltal a különbségek is, a gyerekek közötti különbségek, a családban való különbségek is normalizálódni látszanak, és egyre toleránsabbak a gyerekek egymáshoz, hiszen egy helyre tartoznak. Van egy közös céljuk, van egy közös tervük gyakorlatilag, mert minden héten be van ütemezve, vagy pénteken délután próba. Azért pedagógiai szempontból én ezt lehet, hogy mégiscsak azt mondom, hogy sikerélményt ad, úgyhogy ezeknek a gyerekeknek természetesen az iskolában sincs különbség, de mégiscsak egy megnyilatkozás lehetőség, kisebb, nagyobb lelki sérülések vagy múlt után. Igen, persze, tehát ez nagyon fontos, mert ugye elég sokan olyan problémákkal küzdködnek, amiket nagyon nehéz a nevelőszülőknek is kezelni. És úgy gondolom, hogy az ő szempontjukból is fontos a hova tartozás, fontos az, hogy érezzék, hogy tartoznak egy csoporthoz, egy közeghez, és fontos az, hogy meg tudják mutatni magukat, esetleg ki tudjanak teljesedni, akár a zene, mert ugye nem csak színjátszással, hanem zenével is, tánccal is próbálkoztunk, mikor mihez van igényük a gyerekeknek. És hát a közösség kovácsoló ereje. Hollóháza január 11-e, 2-e van. Nem biztos, hogy egy csütörtök este megmozdul a falu lakossága általánosságban, és itt most megtelt ház van lassan. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek a hatása is lehet, hiszen kíváncsiak nagyon sokan, és nem csak olyanok fognak ülni a nézőtéren, biztos vagyok benne, akiknek a gyereke, nevel gyereke, vagy esetleg az unokája itt szerepel, hanem mások is, tehát a lakók többi része is kíváncsi arra, hogy történik valami Hollóházán. Nem is tudják, hogy mi ez a program, egyrészt, hogy Pajta Színház, vagy kíváncsiak arra, hogy a gyerekek mit fognak előadni, hiszen látják őket falunapokon, az adventi készülődésekkor, a gyertyagyújtásokkor, mert hogy minden rendezvényen részt vesznek a gyerekek. Az elején fel is vetődött, hogy mehetünk mi is a többiekkel, és akkor természetes, hogy egy olyan jóbaráti közösség alakult ki közöttük, hogy szinte testvérnek tekintik egymás minden tekintetben. Másik az, hogy itt a községben is elfogadott az, hogy szinte már lassan több lesz a nevel gyerek, akik ide jönnek, vagy itt vannak átmenetileg. Igazából aminek van egy ilyen hátsó vetülete is, vagy egy kicsit olyan rossz mellékhatása, hogy a családjogi törvények azt mondják, hogy haza kell gondozni egy nevel gyermeket, csak átmenetileg vannak nevelőszülőknél, de ők annyira megszeretik Hollóházát, hogy igazából van olyan, hogy nem akarnak hazamenni, még néha láthatásom sem, amikor a valódi szüleikkel találkozhatnak.
lelki gondozás szempontjából ez jelent bármilyen feladatot? Igen, tehát minden gyerek nagy bizalommal van irántam is, és olyan felnőttek iránt is, akik velük foglalkoznak, mint a Somis besegít, mint a pszichológus ebbe a hálózatba, illetve Gadrián is nagyon nagy szeretettel, mint a sajátjait, úgy szereti őket is, úgy foglalkozik velük. Tehát ezek a gyerekek tudják, hogy hármunk közül bárkit megtalálnak, bármilyen problémával, és szívesen is jönnek a kis problémáikkal, és hát általában nem csak, hogy kérnek, hanem adnak, többet adnak vissza, mint amennyit az ember rájuk fordít, szeretetet, energiát, vagy időtöltést. Mindig minket feltöltenek a gyerekek, valahogy mindig tudunk egymásnak adni. Most pedig a Csipet csapat adott egy szép estét a hollóháziaknak. Az alig 15 perces színdarabban tényleg csak mókáztak, táncoltak a gyerekek. Reméljük a harmadik Pajta Színházi Szemlén, amelyet január 27-én és 28-án szerveznek meg a Nemzeti Színházban, hasonló sikerük lesz. Mi drukkolunk nekik. Egyszer volt, hú nem volt, a rekettyi sárkon is túl volt, de még a kopasz dombon is túl, ahol a kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy árú szakadt szegény ember, akit úgy hívta, hogy Csalóka Péter. Ezt a becsületes nevet azért kapta, mert nagyon csalapítva volt őkelme. Ám bár csak azokat csapta be, akik rászolgáltak erre. Például, no, de minek is mesélem, úgy is meglátjátok. Szervusz Péter fiam, hát hogy vagy te híres csalók? Mi újság? Mi újság? Az az újság, hogy versenyezünk a feleségemmel, ki tud furcsával ténekelni. Bíró uram, hallgassa csak, kezd rá asszom. Erre gyere, rózsám, nincsen sár, nincsen az ajtómon semmi zár. Kinyílik az ajtó magától, a szeretőm gyenge karjától. De balonlóta ezt hallod-e? Én cifrába tudom. Hadd hallom. Sógor, van-e jó bor? Jó bor, van-e sógor? Sógor, van-e jó bor? Jó bor, van-e sógor? Sógor, van-e jó bor? Sógor, van-e jó bor? Jó bor, van-e sógor? Sógor, van-e jó bor? Hát, furfangos nóta ez, de mégis az enyémért többet. Nem igaz, mert az enyém. Az enyém! Azért is az enyém. Bíró uram, tegyen igazságot köztünk, úgyis az a mestersége. Teszek én, Péter fiam, teszek én. Mit értek tetni az igazsághoz? Az a legszebb nóta, ha én kezdek énekelni, mert én vagyok a bíró, én vagyok a faluban az elsőben. Az is úgy a legszebb, hogyha én csinálok, punktum. Ne mondjam ilyet a Péternek, mert rövesz emberem ez, ha megmérgesedik, még bíró uramnak is túljár az eszén. Nekem csalók a Péter, nem jár túl az eszemem. Van nekem 7 kazarra való, engem be nem csap soha. Dehogy nem, csak amivel becsaphatnám, az nincs itt. Nem nagy hiba, ha nincs nagyon messze? Fél nap járóföld, oda, vissza, lovon. Adja ide a lovát, és fél nap alatt elhozom. Rendben van, de ha nem jársz túl az eszemen, akkor becsuklak, mert nem teljesítetted a szerződést. Ha pedig becsapsz, akkor is becsuklak. Most aztán mindenhogy bajban vagy, Péter fiam. Látod én nálam, ne legyél okosabb. Ülj föl, aztán egy-kettő, fél nap múlva itt legyél. Na most már mindenképp bajba jussz, Csalóka Péter! Csak várjuk meg a végét, estére itt leszek. Majd megtanítalak én rendre, készítem is már a kvótát, te jó madár. Egyszerre nem kap rétes testére, mert a rétes nagyon jó, katonának az való. Hely földi, micsoda rossz gebéd van? Rossz ez bizony, nagyon rossz, ne is akar megvenni pajtát. No, hiszen nem is olyan rossz, mennyiért tanul? 100 tallért, csak azért tanul ilyen olcsó, mert nekem ingyen van.
Ilyen paripád még úgy sem volt, magad is tudod, vidassz asztalért, és nem mondd el senkinek, hogy ezt a lovat kitől vetted. Itt a pénz. Fogd itt a kötőfét. Hoho, várj csak, a lófarkát még nem vetted meg, ez külön 100 tallér. Ne borondozz, nem kell nekem a lófarka? Nem, akkor levágod és emlékül megtartod. Bolond ember vagy, látom, van a paripád, milyen szép jószer. Nem vagyok én olyan bolond, mint gondolod, pénzt beteszem a tarisznyámba, a lófarkát ide a pocsolyába, kötök rá egy nagy követ, és már jöhet is a bíró. Jaj! 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 Péter, letelt a fél nap. Hullaló van. Mi történt veled, Péter? Itt csiralom rád nézni. Ne is kérdezze, bíró. Ahogy kiüggettem a faluból, az a szerencsétlen ló, bár sose láttam volna, beugrott velem a mocsára. Ott maradt, oda veszett, elnyelte a posvány. Micsoda? Hazudsz az ember, be akarsz csapni? Dehogy csapom be, bíró, esküszöm az édesapám ükapjának az egészségére, meg az asszonyom feleségének az életéről, hogy igaz, ha nem hiszi, nézze meg a lófarka, még most is kilóg a vízből. Nem hazudtál, Péter fiam, itt a ló a mocsában, csak a farka látszik ki. Na, húzzuk ki gyorsan, hát ha még élete lesz. Jaj! Fügyül a bíró, fügyül a rigó, serben a bíró! Kászolódj csak kifelé, mert még elsüllyed. No, segítem! Megölted a szép lovamat, serébe csupa, lacsak lettem. Megállj, csalóka Péter! Megyek haza, hozom a zsandárokat. Bebújsz az állistomba. Megtanítalak én kettőbe dudálni, rostába táncolni. Hely kocsmáros, majd a hallgasson! Oda hallgatok, Péter komán! Előre fizetek egy literból, van ám pénzem, mert eladtam a bíró lovat. Ez okos dolog, komám. De maga azt fogja mondani, hogy nincs kifizetve a bort, megértette? Hát értem, ugyan nem értem, de ha úgy kívánja. De ha földhöz vágom a kalapomat, akkor azt fogja mondani, hogy most már ki van fizetve. Ehe, értem, komám. Itt van, igyék. Egészségére. Zsandárok, maradjatok ott, és ha majd szólok, rohanjatok be. Betyár, csalóka Péter. Eljöttem érted én, a falu bírája és parancsolója. Viszlek a dutyiba. Megyek bíróra, megyek. Csak előbb megiszem a boromat, hogy azzal is könnyebb legyen a bánatom. Hely, kocsmáros, ki van fizetve? Dehogy is van, kérem. Most már ki van fizetve? Bőségesen. Péter fiam, mondd csak, micsoda kalap ez? Ez lássa, egy zsíros, avitos, rossz süveg, magam szegényeknek való. Kocsmáros, hozza még egy pohárba. Rögvest, viszem, de rögvest fizes ki, mielőtt elviszik a kóterba. Ki van fizetve? Hogy, nem még a borra való is van. De Péter fiam, tudod, én mindig jó akarót voltam. Mondd csak, micsoda kalap ez. Hely, bíró, ezt még apámtól örököltem. Amikor mulatni megyek, csak ezt teszem a fejemre. Akármennyit teszem, viszont valahányszor a földhöz ütöm, mindig ki van fizetve. Édes kedves Péter fiam, nem adnád el nekem ezt a kalapot? Haha, dehogy adom. Adok érte 100 tallért. De a 100 tallér is elfogy, és mivel fizessek azon túl? Adok érte 150 tallért. Na hát, hogyan erősen kéri a bíró, adom 200 ért. Itt van, leszek. Köszönöm, fiam, köszönöm. Fütyül a rigó, rossz kalap a bíró.
Csak nem essetek, majd megmutatom én, hogy milyen drága kalapot. Úgy is megéheztem, megszomjaztam a sok húzogonába. Kocsmáros! Parancsára, bíró uram! Hozzon nekem bibisztaját, pálcánpecsegyét, elefántpaprikás, rigófüttyet, és mindent, ami csak van. 10 üveg pálintát, 10 dézsa bort, a legfinomabbat. Picire! Jön a bíró, most én úgy teszek, mintha veszekednék. Kiabálj csak vissza, aztán amikor remelintem a kezem, szaladj be a furujáért, és kezdj el furujázni. A többit meg bíz rám. Azt a hétbankos, billankos, bubunkos, hétdarara, csorororó. Na vigyili, riri, csorororó, mururú! Az egyik beszéljen! Én már ezt nem viselem tovább. Elő a nadrágszél, aztán elhallgaszt a asszon. Elő a furuját, hamar a furuját! Micsoda? Hát a furuja! Édes kedves virágszálom, de hogy is tudnék neked egy rossz szót is szólni? Nicsoda. Elpárolgott a haragja. Megszedjük, mint a kutya, amikor korbászmentnek oda neki. Hely, de jó kedvem van, szinte táncolhatszik. Vezekedtél volna te itt életnapig, ha ez a furuja nem boldog. Péter, hát micsoda furujád van neked? Ejhaj, bíró uram, ha ez a hangszer nem volna, akkor már az asszony se jönne. De ennek a hangjára még a legnagyobb rögvest is lelhat bennem. Édes kedves Péter fiam, nem adnád oda nekem ezt a furuját? Hogyan nem? Mi lesz akkor az asszonynak? Bizony, csak adj el kedvet, ha még egyszer veszekszik, én így is úgy is világra megyek. Nekem aztán pörölhetken, dörökken, nekem elegem volt kendből. Mit csináljak? Akkor ez a furulja úgysem ér semmit. Nem bánom. Ezzel talért odaadom. Megveszem. Köszönöm, Péter fiam. Köszönöm. Ejfaj, sose halok meg. Elmélyed ki van a világon. Gyere csak. Miféle kincset szerzett meg? Haha, de miféle kincset. Nézd, ezt a furulját te rád bízom. Hogyha valaki meg akarna venni, csak fúj el rajta a mután. A haragos megszerítő. Kisbíró, kisbíró! Dobolj ki, hogy a falu minden munkabíró embere jöjjön a bíró úrház elé. Ezentúl akármit csinálok előtt, de meg is teszem. Köszi, nézd! A falu egész népe gyülekezik a bíró úrház elé. Köszi, nézd! A falu egész népe gyülekezik a bíró úrház elé. Kasszírét étetik, a falu egész népe gyülekezzék a bíró úrház elé. Mi van már megint, mit talált be a bíró? Emberek, vigyeljétek rám! Ezentúl a vasárnap a bíró napja lesz. Ezentúl nekem fogtok dolgozni. Mi az össz még, mit nem? Illő, hogy legyen egy nap, amikor a bírátokra is gondoltok.
ki nem csak éjjel, hanem nappal is. Tehát éjjel-nappal álmatlanul alszik miattatok. Hogy ne lenne álmatlan, mikor hortyog és fújtak? Hát mind a sok gondol van. A tiértetek való gondol. Illő és méltányos tehát, hogy a hét hetedik napja nekem jusson. És te lopcsed meg, bolondul. Mindig is bolondul. Aki pedig inkább a vasárnap üstápulást választja, az váltságot fizet. Ez lesz a bíró kéze. Ki fizet, mi fizet, kinek fizet? Fizetünk mi neked, de mindjárt úgy, hogy nem is kell vasárnap, hogy várok. Azt mondja, fújja fulujába, de rögtön. Még zene is lesz a táncol. Fütyül a rigó, fulujára táncol a bigó. Nesze, ez a bíró pénze, itt a vasárnapi pénz. Ez a sok fáradozásért, ez is! Jaj, fújjad! Lesz neked! Ki van a innen? Várjatok! A csalóka Pétert fölvettem a fújját. Hogy a csalóka? Azt már elhiszem, hogy ő kintőd be neked? Éjjel Péter! Hol vagy Péter? Itt volnék, miért bíztatok?